és monarchián belüli függetlenség. A nagy háború éveiben ezek a kérdések tartották lázban a magyar belpolitikát. Ferenc József halála után a békepárti és választójogi reformot sürgető negyedik Károly lett a császár és király. Tisza István pedig nem sokkal később lemondott miniszterelnökségéről. Zavaros időszak következett, kormányfők jöttek és mentek, de a frontokon változatlanul ropogtak a fegyverek. Gyors döntésekre, határozott érdekérvényesítésre volt szükség. Vajon mit tudtak kezdeni a kihívásokkal a Tiszát követő politikusok? Mai adásunkban az első világháborús évek magyar belpolitikájáról beszélgetünk történész szakértőinkkel. A nagy háború. A monarchia reményei és törekvései a háború második felében. Amíg az amerikai seregek nem vonultak fel Európába, és ez alapvetően 1918-ra jellemző, addig lehetett bízni abban, hogy a központi hatalmak szövetsége megnyerheti ezt a háborút. A háború mellett, a választójog ellen. Tisza István helye a magyar belpolitikában. Károly utasította Tiszát, hogy dolgozzon ki egy választójogi reformjavaslatot, amit Tisza végletekig ellenzett és emiatt lemondott. Tehát a választójog kérdésében nem tudtak kompromisszumra jutni. Válságkezelés kompromisszumokkal, Vekerle Sándor személyisége és politikája. Egy kompromisszumra törekedő férfiről volt szó, valamennyire egy engedékeny emberről volt szó, mindenkinek azt mondta, amit hallani szeretett volna. A nagy háború. Ferenc József halálával a magyar belpolitikai életben is komoly változások történtek. Az új király és császár, IV. Károly ugyanis sok mindent másként gondolt, mint elődje. Ahogy arról már az előző adásban volt szó, a vezető pozícióban lévő személyeket lecserélte, a magyar miniszterelnök Tisza István is beadta lemondását. De ha nem Tisza, akkor ki alakítson kormányt és ki legyen az új miniszterelnök? Anka László történész, Veritas Történetkutató Intézet. Itt elsősorban az ifjabb Andrássy Gyula nevét kell megemlíteni. A rendkívül kicsi alkotmánypárt vezére volt ebben az időben, parlamenti többséget a Nemzeti Munkapárt adta, volt a kormánypárt Tisza István háta mögött, vele szemben pedig fragmentált, szétszakadozott ellenzéki pártok sorakoztak fel. Fontos volt az, hogy Andrássy mennyire volt német barát? Vethető azért rendesen elkötelezettje volt második Vilmosnak. 1917-ben mindenki német barátnak számított. Ettől az irányvonaltól beszédei szintjén a Károly Mihály vezette függetlenségi frakció távolodott el. Nyilván egy pacifista politikát kezdett el folytatni Károlyi frakció 1916-tól. Alapvetően Andrássy Gyula, vagy az Aponyi vezette függetlenségi frakció elfogadta a német pártiságot. Ne felejtsük, hogy Németország a szövetségesünk. Lottó meg kellett volna Eszterházit játszani, akkor sokan nyertek volna? Nem tippelt volna Eszterházi személyére senki. Pozitívum az Eszterházi személyével vonatkozóan, gyakorlatilag egy múlt nélküli politikusnak tekinthető. Hiába rendelkezett 10 éves képviselő tapasztalattal, és megjárta a frontot, a közvélemény mint új embert és fiatal embert elfogadta, és nyilvánvalóan az Eszterházi hamar ráébredt arra, hogy mi a helyzet. Hamarosan erre a mi a helyzetre is válaszokat keresünk, de előtte arról is érdemes szót ejteni, hogy Magyarországon a háború ideje alatt végigülésezett a törvényhozás, folyamatosan működött az országgyűlés. Annak ellenére, hogy Ausztria a birodalmi tanácsot feloszlatták. Schwarzfelder Ádám történész, Veritas Történetkutató Intézet. Magyarországon 14-ben az egész ország és az ellenzéki pártok is lelkesedéssel fogadták a háborút. Míg Ausztriában a birodalmi tanácsban helyet foglaló nagyszámú szláv képviselő esetén azért tartani lehetett nem kívánatos hangoktól, Magyarországon ez nem állt fenn, tehát ez sem indokolta azt, hogy az országgyűlés munkáját szüneteltessék. Ki lehet jelenteni, hogy 14-ben az ellenzék is teljes mellszélességében a háború mellé állt? Maga Aponyi Albert is azzal akkor a szavak között, hogy hát végre neki megyünk Szerbiának. Eleve a monarchia szláv ellenes külpolitikáját, a magyar politikáját ezt mindig támogatta. Ha a magyar politikai vezetésen múlik, akkor a monarchia már 1578-ban háborúba indult volna Oroszország ellen, vagy 1880-as évek végén. Vagyis a háborút kezdetben a közvélemény nagy százalékban jól fogadta, sőt még a szociáldemokraták is támogatták. Aztán nem jöttek azok a gyors sikerek, mint amiben reménykedtek, mint amiben bíztak. Ez milyen hatással volt később a belpolitikai helyzetre. Ebben a kezdeti támogatásban az is szerepet játszott, hogy mindenki optimista volt. A háború második, harmadik évére már nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy anyagháború lesz, és ahogy például ugye egyre nőtt a
munkaerőhiány, amit csak részben sikerült csillapítani a nők, illetve a hadifoglyok munkába állításával. Infláció vette kezdetét, aminek következtében csökkentek a reálbérek, áru és élelmiszerhiány lépett fel, ugye egyre inkább kialakult a fekete piac, a városiak portékáikat kijártak vidékre elcserélni élelemért, be kellett vezetni a jegyrendszer, tehát ahogy a háború kellemetlenségeit egyre inkább megérezte a lakosság, úgy egyre többen pártoltak el ettől. A parlamenti béke 1916-ra véget ért. Tisza István és kormánya, valamint az őket támogató Nemzeti Munkapárt a háború végletekig való folytatása mellett foglalt állást. Megfeszített energiák, összeszorított fogakkal kell küzdeni. Ezzel szemben például Aponyi Albert és Isab Andrássy Gyula körül kialakult egy mérsékelt reformpárti irányzat, illetve a radikális ellenzék, az pedig, hogy a polgári radikálisokból, a szociáldemokratákból és a Károlyi Mihály körül kialakult függetlenségiekből állt, akik egyrészt békepártiak voltak, másrészt demokratikus reformokat követeltek, általános választójogot és földreformot, illetve hát ugye Magyarországnak minden függetlenséget monarchián belül. Ferenc József halálával Tisza István körül egyre fogyott a levegő. Negyedik Károly nyomására, miután a magyar miniszterelnök nem akart választójogi reformot, nem volt más megoldás, távoznia kellett a kormány éléről. A kérdés azonban az, hogy a fiatal Eszterházy Móric tud-e érdemi munkát végezni a háború közepén olyan helyzetben, ahol az ellenzék a Tiszát támogató munkapárt a többség. Nem ártak sorba a politikusok, hogy elvállalják ezt a rendkívül nehéz tisztséget. Ez egy hálátlan időszak volt, hát lássuk, hogy vérzivataros időszak belpolitikai problémákkal, társadalmi problémákkal a feszültség már egyre jobban felgyűlt. 1917 a feszültség és a remény éve. És hogy belemenjünk a részletekbe, hát az Eszterházy kormány 1917. június 15-től 1917. augusztus 20-áig volt hivatalban, akkor az Eszterházy beadta a lemondását, ezt 23-án fogadták el, tehát ez 2 hónap és 8 nap tulajdonképpen. Ez alatt a bő 2 hónap alatt mindössze egyetlen törvényt fogadtak el. 3 tárca nélküli miniszteri tisztséget hoztak ebben a törvényben létre, az egyik a választójogi, a másik az átmenet gazdasági miniszter, a harmadik pedig a népjóléti és munkaügyi tárca nélküli miniszteri tisztség. Nagyon fontos, hogy így az Eszterházy kormány kifejezhette a közvélemény irányába, hogy elkötelezett a általános titkos választójog bevezetése mellett. Beletartoztak már a nők is? Annál is inkább, mert már 1915-től petíciók halmával bombázták meg különböző női egyletek, feminista szervezetek, keresztény női szervezetek, a országgyűlés képviselőházát, hogy igenis kívánják a nőkre való választójog kiterjesztését. Azt említette, hogy a 17-es év feszültségekkel tele volt, de ott volt mellett a remény is. A remény a békében, remény abban, hogy vége lesz a háborúnak, és ebbe beletartozott az, hogy ez egy nyertes háború lesz. Amíg az amerikai seregek nem vonultak fel Európába, és ez alapvetően 1918-ra jellemző, addig lehetett bízni abban, hogy a központi hatalmak szövetsége megnyerheti ezt a háborút. A magyar belpolitikában Tisza István 17-ben már a leggyűlöltebb ember. Statárium fűződik a nevéhez, rekvirálások fűződnek a nevéhez, mert ugye ő a háborús kabinet elnöke. És akkor jön egy ifjú miniszterelnök. A fiatal császár és király személyében a remény sugár jelenik meg. Az a szomorú, nyilván a korabeli közvélemény szempontjából, hogy a remény beteljesületlen marad. És egy nagyon fontos szempont, hogy 1917 első felébe az Amerikai Egyesült Államok csak Németországnak üzenhadat. Késő őszig az osztrák-magyar monarchia és az Egyesült Államok között nincsen hadi állapot, nincsen háborús állapot. Az a kérdés, hogy ebben az időszakban egyrészt ki tudjuk-e vívni a győzelmet, másrészt tudunk-e valamilyen külön békét kötni. Tudjuk, hogy ez nem sikerült. De ez a lehetőség, ez a remény benne volt ebben az esztendőben, benne volt a közvéleményben. Eszterházy Móric miniszterelnök azonban arra is hamar rádöbbent, hogy az európai hadszíntéren megjelenő Egyesült Államok katonai és gazdasági erejével szemben Magyarország nem tud újabb erőforrásokat bevetni. 1914. decemberében már nem fűtötték és nem világították a vonatokat, leszerelték a részkilincseket. 1917-től akadozik a szén és vasérc ellátás. Nem lehet ugye az ipartelepeket sem üzemeltetni, másrészt nem lehet a vonatokat sem fűteni, ami ugye szállítaná az utánpótlás, szállítaná csapatokat. Ez egy nagyon fontos probléma, és az Eszterházy Móric erre rájött 2 hónap alatt, hogy már semmilyen plusz erőforrással nem tudja segíteni a győzelmet. Hamarosan azzal folytatjuk, hogy miért mondott le Eszterházy Móric 2 hónap alatt a miniszterelnökségről, és miként alakított kormányt immár harmadjára Vekerle Sándor. De most a Katonahősök sorozatunk következik. Maklári Béla 1914-ben az első magyar királyi honvéd tüzérezredhez vonult be. 2 év frontszolgálat után kiérdemelte a bronz és ezüst katonai érdemrendet, és önként jelentkezett a légjáró csapatokhoz.
1916. decemberében fejezte be a megfigyelői kiképzését, ami után a 23. repülőszázadhoz helyezték az isonzó frontra. Itt érte el első légi győzelmét 1917. május 21-én. 1917-ben pilóta kiképzést kapott. Ennek eredményes befejezése után októberben áthelyezték a 6. repülőszázadhoz az albán frontra. 1918. áprilisában egy kényszerleszállt francia gép pilótáját gépe mellé leszállva foglyul ejtette és saját repülőtérre hazahozta. 1918. júliusában átvette az első vadászrepülőszázad parancsnokságát, és további két légi győzelemmel gyarapítva győzelmei számát repülőászként fejezte be a világháborút. A kattarói öböl feletti légi harcokban is kitűnt bátorságával. Háborús érdemei elismeréseként 1921-ben felvételt nyert a vitézi rendbe. 1931-ben megkapta, mint elmaradt háborús kitüntetést, a tiszti aranyvitézségi érmet. A nagy háború. Ott tartottunk, hogy a nélkülözés a bizonytalanság miatt a tömeg felelőst keresett és talált. Meddig ment le ez a, ahogy ön is említette, ez a Tisza gyűlölet? Meddig szivárgott le? Mert hát a propagandától szédített közvélemény is ezt érezte? Éreztek ők ebből valamit, vagy ez csak a parlamenten belül volt így? A parlament egy nagyon érdekes dolog, ugyanis ugye sajtócenzúra volt a korszakban, de a képviselőházi beszédeket a sajtó nem cenzúrázta, tehát a miniszterelnök álláspontját és az ellenzéki politikusok álláspontját vágatlanul ismertette a sajtó. Ez volt az a fórum, ami Károly Mihálynak például országos népszerűséget szerzett. 1915. decemberétől vannak olyan beszédei, hogy elhajlik a nemzeti egységtől, tehát hogy a kormány igényli a nemzeti egységet, hogy háború van, fogjuk össze, kedves kormánypár, kedves ellenzék. Ebből a kontextusból legkorábban a Károly Mihály lép ki, és olyan beszédeket, a pacifista beszédeket, szociális jogokat, általános választókat követelve, ami népszerűségre tesz. Nyilván, ahogy növekszik egy ellenzéki vezér népszerűsége, úgy csökken egy kormánypárti vezér népszerűsége, esetünkben Tisza István. Ugye ez egy tényleg fontos szempont, hogy amikor jegyrendszer van, infláció veszi kezdetét, a férfiak a fronton vannak, helyettük az asszonyoknak kell munkába állni, nem csak azon, hogy dolgozni kell a férhez, mi aggódunk is a férjünkért, a fiunkért, az apánkért, aki a fronton van. Ez olyan társadalmi feszültséget alakít ki, ami nyilván a háborús kabinet ellen irányul, hiszen kivezeti az országot egy háborús kabinet, statáriumot rendel el, a nemzetiségi feszültségek növekednek azáltal, hogy azokon a helyeken, ahol katonai közigazgatás van, ott a katonai közigazgatás a rögtönítélő bíráskodás által kémgyanú személyek egész tömegét végzi ki, független igazságszolgáltatási eljárás mellőzésével, vagy azt alaptalanul gyorsan lefolytatva. De ezáltal ugye a nemzetiségi probléma is fokozódik, ne felejtsük, hogy Erdélyben hatalmas román tömegek vannak, délvidéken, miközben harcolunk a szerbekkel, a monarchiának, Magyarországnak vannak szerb anyanyelvű identitású állampolgárai, ezek olyan problémák, amiket nem tud az adott kormányzat kezelni. És nyilvánvalóan a miniszterelnökre hárul ennek minden felelőssége, de hogy előre is szaladjak egy kicsit, ugye majd amikor Károly Mihály ellenzéki tevékenység által megnövekszik a népszerűsége, de megnövekszik a vele szembeni elvárások sora is, és 1918-1919 fordulóján ezeknek az elvárásoknak ő sem tud megfelelni. Eszterházy Móricz reálisan mérte fel a közvélemény és a pártok hangulatát. Kisebbségi kormányról beszélünk, mégis mondhatjuk azt is, hogy nemzeti egység kormány. Eszterházy minden pártból kért fel személyeket arra, hogy vállaljanak szerepet a kormányába. Nyilván a Tisza ellenes negatív hangulat eljut odáig, hogy sztrájkok és tüntetések vannak, ezek 16-tól kezdődnek, és valójában azért a választói blokk az Eszterházy kormány ide alatt is tartott tüntetéseket, tömegfelvonulásokat, kifejezzék azért akaratukat, óhajukat. Nyilván nem tudom, az Eszterházy próbált volna teljesíteni, csak ugye politikai kontextus nem volt olyan, hogy ez lehetővé váljon a számára. De hogy említsek még egy népszerűségjavító intézkedést, ugye sztrájkok, tüntetések. Ezek általában azért a csendőrség, a rendőrség fellépését provokálták ki, kardlapozás volt, tömegbe lőttek, stb. De ugye a már 10 éve regnáló budapesti főkapitány Boda Dezső is ugyanolyan népszerűtlen és gyűlölt emberté válik 1917-re, mint a Tisza István. És az Eszterházy egyik első intézkedés, hogy a belügyminiszterével leváltatja ezt a Boda Dezső főkapitányt. Szintén egy szomorú dolog a történetben, aztán a belügyminiszternek és a budapesti főkapitánynak sincs más dolga, mint folytatni a Boda Dezsőnek a politikáját, mert ugyanazok a problémák maradnak a
sztrájkok, maradnak a tüntetések, a bűnözés, ami a világháborúban nagyra nő, szintén marad. Eszterházy viszont két hónap után megy, legalábbis nem miniszterelnök többé, helyét Vekerle Sándor veszi át. Korszak egyik, ha szabad így fogalmaznom, válságmenedzsere, aki most már harmadjára vállalt kormányt ilyen kiélezett helyzetben. Ebben a kormányban helyet kapott a polgári demokrata Mázsonyi Vilmos, aki kidolgozott egy választójogi reformjavaslatot, ez a javaslat megduplázta a választójogosultak számát, ezt azonban már csak 1918 őszére fogadta el a Magyarország gyűlés. Közben 1917 nyarán a már említett radikális ellenzék, Károlyék megalakították a választójogi blokkot. A választójogi blokk legfontosabb feladatának az általános, egyenlő és titkos választójog kivívását tartotta. Ha kellett, a szakszervezeteket felhasználva tüntetéseket is szerveztek az ügyért. Miért éppen Vekerle, miért ő került képbe? Ő egy aktív politikus volt? A Veritas Történetkutató Intézet levéltárosa Kárbin Ákos. Tulajdonképpen ő visszavonul a politikától 1910-et követően, nem akar már politizálni, viszont Negyedik Károly keresési fázisban találja magát, végül is Vekerlét ajánlották az uralkodónak. Vekerle a budai várban élt egyébként a családjával, és csörgött a telefon 1917 augusztusában a Vekerle családnál. Negyedik Károly uralkodó volt a vonal másik végén, kérlelte az idősödő, akkor már majdnem 69 esztendős Vekerle Sándort, hogy vállalja el ebben a nehéz órában a miniszterelnöki pozíciót. Vekerle Sándor pedig igent mondott. Egy engedékeny, kompromisszumkész, tapasztalt politikus került nehéz hónapokban a kormány élére. Egy olyan időszakban lett miniszterelnök, amikor a háborúból a békére való átmenettel sokat kellett foglalkozni. Az utókor szerint a határozottság, a komoly érdekérvényesítő képesség nagyon hiányzott a miniszterelnöki repertoárból. Mindenkinek azt mondta, amit hallani szeretett volna. Ez egyfajta politikusi magatartás is, de lehet azt mondani, hogy hát ez egyfajta könnyebb út. Mi itt az igazság? Nem tudott nemet mondani. Mindenkinek azt mondta, amit hallani szeretett volna. Ez gyakran problémát okozott, hiszen az ígéretei csak úgymond tornyosultak. Ezt a fajta kompromisszumra törekedő habitust nélkülözni kellett volna mind az uralkodónak, mind Vekerlének, hiszen döntésekre volt szükség. Nem volt jobb, nem volt más. Bárkire is esett volna a választás. A monarchia egyben tartására semmilyen magyar politikus nem lett volna képes. A magyar politikai palettán nem volt egy olyan karakter, egy olyan erőskezű politikus, aki személyében garanciát tudott volna biztosítani arra, hogy a monarchia egyben maradjon. Milyen intézkedéseket hozott az ő kormánya? Egyáltalán mennyi ideig volt ő kormányon? Szűken véve egy év, két hónapig volt kormányon a Vekerle kormány. Ez alatt a ciklus alatt összesen három kormánya volt. Ezeket a kormányokat azért kellett átalakítania, hogy a választójogi törvényt keresztül tudja vinni a képviselőházon. A háború utolsó másfél esztendejének magyarországi nagypolitikája a választójogi vita jegyében zajlott. Ez volt talán a legfontosabb, illetve hitt abban, hogy a háborút követően meg lehet egyezni abban, hogy Magyarországot ne darabolják föl. Vekerle azt képzelte, hogy ha véget ér a háború, akkor a Szent Istváni Magyarországot, az ezer éves Magyarországot meg lehet tartani. Utóbbinak jele a kormány 1918. október 20-án a Magyar Szent Korona országainak függetlenségéről, azaz a Personál Unióról szóló határozata. 1918. októberére nagyon viharos állapotok uralkodtak már a Magyar Képviselőházban. Erős parlamenti vitáknak lehetünk tanulni, hogy amelyben a képviselőházi naplókat olvassuk, és 1918. október 23 volt az a nap, amikor is Vekerle komoly szidalmazásos értések közepette, felállt és mondta, hogy bejelenti a lemondását. Nem vállalta tovább az ellenzékkel való vitákat azzal kapcsolatban, hogy milyen módon fejezzék be a világháborút, ami addigra már világos is volt a magyar vezetésnek, hogy elveszítették az első világháborút. Ezzel a lemondással végéhez érkezett Vekerle Sándor politikai pályafutása. 9-én találták meg az utódját Hadik János személyében, akit ki is neveztek miniszternek, de ő csak egy napig töltötte be ezt a pozícióját, ezt a hivatalát. Hadik János saját kormányát sem tudta megalakítani, hiszen azt gyakorlatilag még aznap elsodorta az őszi rózsás forradalom. A monarchia utolsó nagy háborúja. Móricz Zsigmond, Kis Samu Jóska. Első rész. Egy faluból jöttek, valahonnan az erdélyi határról. De huncutak is voltak, mint a székelyek. Mindig vidámak voltak, mindig jókedvűek, s a sorban mindig egymás mellett állottak.
S egy nevük lett a végén. Az egész ezred ismerte a hírüket. Az egyik legény Kis Samu volt, a másik Samu Jóska. De a kettő együtt Kis Samu Jóska volt. Testvér, mondta Kis Samu, éhes kezdek lenni. Már akkor két nap óta nem ettek. Nem volt a világon semmiük. Előre küldték őket a drótakadályokhoz. Mögöttük nagy tisztás volt, s azon csak éjjel tudott egynehány katona keresztül lopózni. Azok is inkább töltényeket hoztak nekik, mint ennivalót. Mi tegyünk, testvér, mondta Samu Jóska. Mi van? Vizem van. Nekem meg sóm. Hisz az nagyszerű. Főzzünk levest. De miből? Fűből. Jó lesz az. Jó, hát. Megállj, az nem jó lesz. Parélevest főzök én, az jobb lesz. De nincs paréj. Szedünk. Ebbe a nagy mezőbe csak lesz valahol. Édesanyám otthon csak kimegy, mindjárt hoz egy főzetre valót. A nagyon jó lesz akkor. Még nevettek is rajta. De bizony hiába csúszkálták végig a letaposott rétet. Nem leltek parét, amit megmertek volna főzni. No, testvér, én kimegyek a drótok elibe. Ott még nem járt senki. Ott szép a fű, abba csak lelünk. Én is kimegyek. Nem jössz, mert ha az egyik ott marad, a másik már csak ne maradjon egy kis paré miatt. Hát tudod mit, akkor én megyek ki. Le akarod előlem legelni a mezőt, ezzel Kis Samu már ki is bújt a szeges drótok alatt. A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a Média Műhely Kft. Készítette 2018-ban. Viszont hallásra!